Az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen az Európai Parlament egyik vitáján fejtette ki, hogy Európának szerinte növelnie kell a védelmi ipari kapacitásait, az általa vezetett intézmény pedig felturbózná ezt az elkövetkezendő 5 évben. Szerinted ez egy kampány szlogen igazából Ursula von der Leyen részéről, vagy komolyan is gondolja ezt? Az a baj, Ursula von der Leyen orvos létre volt már, honvédelmi miniszter is, és az ő irányítása alatt zülökre arra a szintre a német hadsereg, amit mai napig fölmutat. Ugye hírek szerint alatta állt be az a tragédia, hogy a 6 német, egyébként 6 modern német tengerhajóban ez sem volt üzemképes, és vannak arról szóló információk, hogy ez a mai napig így maradt. Tehát ha valakinek az ő kezébe végképp nem kéne egy ilyen típusú eszközt adni, ettől függetlenül úgy néz ki, hogy igaza van. Tehát az a tény, hogy az európai hadipar, az a tény, hogy az európai hadseregek kritikus szintet értek el, én azt szoktam mondani, hogy a béka feneke alá kerültek, ez mind arra utal, hogy bizony nagyon komoly lemaradása van Európának. Egy dolgot azért bizony ne hagyjunk figyelmen kívül, többször próbálkozott, és ezt is több helyen elmondom, és mindig elmondom mindenhol, Európa többször próbálkozott egy egységes európai fegyveres erő felállításával. Egyik legutolsó ilyen próbálkozás a Nyugat-Európai Unió volt kb. 15 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt, aminek az lett volna a lényege, hogy egyfajta ilyen mini NATO-t képez európai államokból, amelyben az európai államok megosztják egymással azokat az ilyen stratégiai képességeiket, mint felderítés, légiutántöltés, légiszálltás, stb. És akkor ez bármilyen nagyobb mértékű, vagy nagyobb befektetést szükségessé tévő fejlesztés lehetővé tett volna, hiszen vannak olyan dolgok, amiket még Németország sem engedhet meg magának, mert nem gazdaságos. Na most ennek az élére egyébként Javier Solana volt NATO főtitkár, szemelték ki, de még ezt is megtorpedozta az USA. Azt mondta, hogy ha van NATO, nincs szükség párhuzamos szervezetre. Tehát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a mostani vezetés mit fog elszólni, mert jól emlékszem egyébként, talán Bush elnök alatt volt ez, de lehet, hogy már Obama elnök volt ez a próbálkozás. Tény az, hogy az amerikaiak nem nézték jó szemmel az európai erőnek a felállítását. Úgyhogy kérdés, hogy Biden elnök mit fog tenni, és még nagyobb kérdés, hogy alkalmatán Trump elnök hogy fog ez az egészhez hozzáállni. Te mondjuk el tudod azt képzelni, hogyha tényleg Trump kerül hatalomra, akkor mondjuk Trump támogatna egy ilyen független európai hadsereget? Nem. Én szerintem Trump egyébként nemes egyszerűsége megszüntetni a NATO-t, és de mielőtt megszüntetnék, két oldalú megállapodásokat kötne az európai államokkal, arról, hogy az Egyesült Államok megvédi őket, és ebben viszont kemény feltételeket szabna, hogy az adott országnak mit kell megtenni az amerikai védelmért cserébe. Tehát Trump az a fajta üzletember, az a fajta az árnyékától nem, hogy nem megijedő, hanem őt ijeszgetők ellen egyértelmű határozott erővel fellépő valaki, aki ezeket a drasztikus lépéseket megmenni, cselekedni. Egyébként a NATO amúgy is túlélte már önmagát, hiszen a fő ellenség a Varsói szerződés volt, és amikor a Varsói szerződés megszűnt, a logika az diktálta volna, hogy a NATO is megszűnjön. Tehát meg lett volna a lehetőség, de miután a NATO az amerikai befolyásnak az egyik legfőbb eszköze Európában, ezért nem került sor a megszüntetésére. Trump most már úgy látja, hogy az ő fő ellensége Kína, és nem vetett arra utaló célzásokat, hogy alkalmatlan ki is egyezne Vlagyimir Putyinnal egy tartós megállapodás keretében, hogy kinek milyen érdekszférái vannak, a Kínára fókuszáláson. Ebben az esetben nyilvánvalóan Ukrajna elég rosszul járna. Említetted, hogy szerinted Trump a NATO helyett egy ilyen kétoldalú megállapodásokat írna alá a NATO tagállamokkal. Szerinted az olyan NATO-típusú szövetségi rendszereknek az ideje lejár, hiszen látjuk, hogy Kína se egy NATO-típusú szövetségi rendszer össze rakásán dolgozik, hanem pont egy ilyen kétoldalú megállapodásokon. Azért jó kérdés, mert az amerikai és korábban az angol, mondjuk az angol szász világrendnek az volt a vonzereje, hogy még abban az esetekben is, hogyha egyértelműen az ő érdekeik érvényesültek, tudtak olyan látszatot adni neki, hogy ez valójában mind a két félnek az érdeke. Tehát a NATO-ban is az a tény, hogy konszenzusos döntéshozatal volt, és az ukrán háború kirobbanásáig tényleg demokratikusan működött a szervezet, tehát lehetett ellent mondani, lehetett különutas politikát csinálni, stb. Ez alapvetően úgy gondolom, hogy egy vonzó megoldását tette az ilyen típusú szervezeteket. Most azért, hogy kilóg a lóla bizony elég elitárisan több vonalon is, így szerintem azért a vonzereje egy ilyen megállapodásnak, a vonzereje egy ilyen szervezetnek egyre csökken, úgyhogy nem tudni még, hogy mit hoz a jövő, hiszen az látszik, hogy a relatív hatalma, a relatív befolyása csökken az USA-nak. Nagy-Britanniai gyakorlatilag már mondhatnám azt, hogy a béka feneke alatt van. Tehát gyakorlatilag ez a fajta koncepció szerintem lassan a múlté lesz, de ez megint egy olyan dolog, amit nem lehet egyértelműen azt mondani, hogy biztosan így lesz, hiszen bármikor előfordulhat az, hogy kisebb államok összeállnak egy ilyen védelmi szervezetbe úgy, hogy egy erősebb államot választanak meg kvázi vezetőjüknek.
Moszkvától kérte a Nyesztrentúli moldovai szakadár régió, hogy fékezze meg a kisinyovi kormány próbálkozásait, ami szerintük gazdasági nyomás gyakorlással kísérli meg visszatuszkolni Transnisztriát a moldovi állam keblére. Szerinted lehetséges egy olyan forgatókönyv, hogy a Nyesztrentúli köztársaság, illetve Moldova egyesül? Hát erről nagyon sok elképzelés van, hogy nyilván a Moldova szeretné az így történne, nyilván Románia szeretné mind a kettőt bekebelezni, ami azért vicces, mert mondjuk normál esetben az európai és a nyugati rendszer arról szól, hogy az államhatárok megváltoztathatatlanok. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes szituáció. Én azt hiszem, hogy amíg a túlnyomó részt oroszok lakta területen orosz békefenntartók vannak, annak minimál, sőt, egyáltalán nincs esélye. Hát 2000 orosz katonát nem lehet figyelmen kívül hagyni. Különösen úgy, hogy két olyan szempontot is figyelmébe idéznék a hallgatóknak, a nézőknek, amelyről keveset beszélnek. Az egyik az az, hogy a Szovjetunió egyik legnagyobb lőszerraktára van ezen a területen, és több tízezer tonna, sőt álltak több százezer tonna lőszer tárolnak itt. Abban az esetben, hogy akár Moldova, akár Ukrajna megpróbálna rátenni a kezdetre a területre, akkor egy beláthatatlan környezeti károkkal járó robbanáshozatot látnánk. Nem tartom elképzelhetőnek, hogy egy gombafelül is megjelenne, nem azért, mert atomrobbantás történt, hanem nagy erejű robbanásoknál kialakult hagyományos robbanások esetében is a gombafelő, ami aztán további pánikot szíthatna a környéken. Úgyhogy ez az egyik része a történetnek. A másik pedig az, hogy úgy alakult, hogy ezen a területen van az az erőmű, amelyből Moldova a legnagyobb részt az elektromos áramát kapja, ami egyébként orosz gázzal működik. Tehát hogyha ez az erőmű kiesik, mert azt se fogják nyilván hagyni, hogy a moldovai állam vagy a moldovai katonák kezére kerüljön, akkor annak azért nagyon durva hatása ennek a nagyobbik állam területén is. Tehát ez egy nagyon összetett kérdés. Én azt hiszem, hogy itt és most az erőhúzás, vagy bocsánat, a kötélhúzás folyik, és azt próbálják a felek megnézni, hogy ki meddig mehet el. Ugye nyilván Moldova is igyekszik a saját érdekét érvényesíteni, a szakadár köztársaság pedig azonnal kiátszotta az aduászt, az orosz beavatkozást. Oroszország egyelőre messze van, bár ez nem jelenti, hogy ne tudna alkalmatán katonák beavatkozni a kérdésbe. Láttuk az első világháborúban, hogy ugye Németország lényegében azért kapott ki, mert egy kétfrontos háborút kellett vívni, és bár megpróbálta ezt egy frontos háborúra leredukálni, hogy majd gyorsan kiüti a franciákat, aztán majd az oroszokat szépen leveri, hát nem jött neki össze. A Dnyeszter-menti köztársaság ugye Oroszországnak egy ilyen mini állama, ott Ukrajnának a nyugati, délnyugati részén. Mi az oka annak, hogy ez a mini állam még nem lépett be a háborúba, hiszen hogyha Ukrajnát egy kétfrontos háborúra tudná kényszeríteni Oroszország, akkor az nyilván megosztaná az ukrán erőket. Alapvetően 2000 könnyű fegyverzetű gyalogos van Ukrajnában. Információm szerint tüzérség és légvédelmi eszközök, valamint harckocsit nélkül. Na most ez az erő azért arra nem alkalmas, hogy komoly katonai erőfeszítést mutasson föl. Ez körülbelül pontosan arra alkalmas, hogy szó szerint a testükkel védjék ezt a köztársaságot, ezt a területet, és egész egyszerűen megakadályozzák azt, hogy valaki oda katonailag bevonuljon. Úgyhogy ez a kiinduló helyzet. Miután az ukrán ellenállás rendkívül erős a Fekete-tenger mellett, és nem hogy ezt a környékére, még Nikolajev környékére sem sikerült eljutni az oroszoknak, ezért szárazföldi összekötetés nincs a két terület között. Azoknak a hajóknak, azoknak a partaszállt hajóknak a fokozatos elsüllyesztése, amelyből a jól emlékszem már négyes sülyeztetek el az ukránok, de háromat biztosan, azok pont azt teszik lehetetlenné, hogy egy orosz katonai konvoj erősítéseket vigyen oda, és lényegében egy támadó erővé fejleszte az ott állomásozó békefenntartókat. Tehát gyakorlatilag katonai szempontból kizárólag légiúton lehetne akár ellátni, akár támogatni Transnisztriát. Ez persze nem jelenti azt mondjuk, hogy Moldova ellen ez nem lenne elég, de mondjuk egy erősebb ukrán támadás azon a területen azért nagyon érdekes helyzet eredményezhetne. Kérdés az, azt mondom, hogy egy felrobbantott több százezer vagy több tízezer tonnányi lőszer azért milyen pusztást okozna a környéken. Tehát nyilván nem véletlenül, ez egyébként lőszerhiánnyal küzdő ukránok meg sem próbálták még ezt a támadást. És mondjuk szerinted miért nem gondolkozott abban az orosz vezetés, hogy mondjuk felszerelni a háború előtt ezt a 2000 embert? Erre nem tudok válaszolni. Megmondom őszintén, hogy ha elkezdtek volna ott nagyobb erőket kiépíteni, mindenképpen gyanús lett volna. Tehát már a hadgyakorlat kezdetekor azok a realisták, akik mindent fel tudtak titelni az oroszokról, és tegyük hozzá, nekik lett igazuk, azok azt mondták, hogy ebből támadás lesz. Tehát egy modern katonai erő az nem olyan, mint régebben volt, hogy odaálljátok egy alakulatot, aztán még egyet, aztán még egyet, és aztán támadok, hanem egész egyszerűen a logisztikai bázisok, a karbantartó műhelyek és az egyéb
támogató infrastruktúra kiépítéséhez időre van szükség, és ez látványos. Tehát a világűrből ez látszik. Máshonnan is egyébként, tehát a levegőből is látszik. Tehát innentől kezdve, ha egy ilyen lépések kezdnek, hogy valószínűleg ugyanazért nem vonták, ugyanazért nem építették ki az állásaikat jobban Moldovában, illetve a Transzisztriában, mint amiért hagyták, hogy közel 300 milliárd dollárnyi orosz tőke kerüljön nyugati kézbe, vagy legalábbis kerüljön zár alá. Ugyanis elkezdik ezeket visszavonni, ezeket az eszközöket, akkor gyanút fogott volna a nyugat. Ugye a 2%-hoz, a NATO irányelv 2%-hoz kapcsolódik a hír, hogy Donald Trump azt vélte mondani, hogy ha valamelyik NATO tagállam nem teljesíti ezt a 2%-os előírást, irányelvet, akkor az Egyesült Államok nem fogja azt a tagállamot megvédeni. Ön szerint ez egy üres fenyegetés Donald Trumptól, vagy ennek lehet bármilyen valóság alapja, hiszen azért az Egyesült Államok a NATO-nak talán, hát amit ön is említett, a legjelentősebb tagállama, és a legjelentősebb képességekkel rendelkező tagállama is. Ugye annak idején pontosan Trump már ezzel előjött, és ugye ez indította el az európai államok zömét, hogy kezdjen elérni a 2%-ot. Azért ez nem ilyen egyszerű, hogy az elnök azt mondja, hogy nem. Tehát egy szövetségnek ő is egy része, annak van a deklarált alapszabályzata, ami alapján kell tenni vagy nem tenni, főleg, hogyha konszenzus van bizonyos kérdésekben, mert nem kötelező. Tehát ha valakinek nincs 2%, akkor nem zárják ki. Az egy másik történet lenne. Tehát én azt gondolom, hogy ha tényleg bajba kerülne Európa, vagy Európa valamelyik országa, az Észak-Atlanti szerződés írott alapokmánya szerint, akkor az Egyesült Államok sem erkölcsileg, sem katonailag nem tehetné meg, hogy nem nyújt segítséget. Hogy annak a segítségnek mekkora mérték, az egy másik kérdés. Igazából. De akkor is, tehát nem történik meg egy védelmi szövetségben az, hogy ez a támogatás ne kerüljön végrehajtásra, vagy felbomlik az egész szövetség. És ön szerint ma Európát bármilyen fenyegetés fenyegeti olyan szempontból, hogy háború, vagy hasonló, amire Donald Trump azt mondta, hogy nem védeni meg Európát. Amit nyíltan mindig elmondunk, ugye ezzel megjelenik több hely, hogy a NATO-nak alapvetően két veszélyesség irányt definiált, a keletit és a délit. Ugye a keleti az orosz, a déli pedig a migráció. Illegális migráció. Én azt gondolom, hogy Oroszországtól most nem kell félni Európának. Egyrészt benne van egy háborúban, másrészt, ha megnézzük az orosz történelmet, akkor meg kell nézni, hogy ők mikor indultak el önállóan nyugodra, önálló akaratból. Ugye, a harmadik, tehát bármilyen irracionális is Putyin, vagy az orosz elnök, annyira nem hülye, hogy egy sokkal nagyobb alujat húzzon. Tehát ha visszamegyünk az alaptételhez, hogy lélekszám, gazdasági erő, katonai erő, akkor addig, amíg Ukrajnával szemben nem kérdés, hogy ki az erősebb, a NATO-val szemben ugyanígy nem kérdés, csak fordított irányba. Nem beszélve neki is a nukleáris eszközökről. Normális embereknek ugye nem lenne érdekes semmilyen fegyverés konfliktus, mert az összeborítja a gazdaságot. Azért az egyik vezetőnek sem érdeke, hogy gyakorlatilag ilyen traumát okozzon a saját népességének, saját lakosságának. A déli irány szerintem sokkal veszélyesebb, mert az alapvetően nem katonai, de nagyon könnyen kinetikussá válhat. Ha tényleg terrorista sejtek újraélednek Európába, az alvó sejteket felébresztik, mert az visszamegy megint az ideológiára. És hogyha a kulturális értékeink, meg egyáltalán az értékeink megváltoznak, és nem Magyarországon, hál' Istennek, mert azért mi elég stabilak vagyunk, elég monoblokkok sikerül lenni, hanem Európában, főleg Nyugat-Európában, és belső feszültség alapján kezdenek ezek a konfliktusok kialakulni, na az egy nagyon érdekes problémát vethet fel, és egyébként sokkal nehezebben lenne küzdeni, fegyveresen is, mint egy hagyományos hadviselésből, a két haderő néz farkas szemet egymással. Ha engem kérdeznek, Európának sokkal nagyobb veszélyt jelent a déli fenyegetettség, az illegális migráció és annak hatása akár a társadalomra, mint az, hogy Oroszország a nap végén meg fog-e indulni Európa felé, vagy nem. Akinek igaz a fejtörést okoz Európába, a keleti irány, az, ahol lényeges orosz kisebbség él. Ugye én azt mondtam a Krím annektálása után is, hogy a self-determination, az önmeghatározás, mint eszme, az okozhat problémát Európának. Hiszen, hogyha azok az emberek mondják, hogy ők hova akarok tartozni, ráadásul mondjuk demokratikusan is, akkor most ne vizsgáljuk a Krímbe a szavazást, hogy az milyen volt, mert nem voltunk ott.
akkor nagyon nehéz azt mondani bármelyik országnak, bármelyik szövetségnek, hogy te ne akard azt. És ugye, ha ezt fogják felhasználni, és utána pedig a saját kisebbség ellen ki akar állni, vagy mellett ki akar állni Oroszország, akkor az okozhat problémát. Ugye kvázi most a balti államok vannak a legnagyobb veszélybe ilyen szempontban, mert ott azért lényeges orosz kisebbség él még úgy az országon belül. Ennek ellenére nem gondolom, hogy Oroszország azért megütne egy NATO tagországot, hiszen akkor az egész szövetségek kellene szembenézni, és azért az egy másik kávéház, mint ahol a most próbálnak sikereket elérni. Az egész Globus műsor arról szól, hogy az új világrendet, ami alakulóban, azt megpróbáljuk megérteni, és ugye alakulnak különböző gazdasági tömbök, ilyen ugye egyrészt az Európai Unió a nyugati tömb, ugye van keleten a Kínának a kezdeményezése, az övezetés út kezdeményezés. Katonailag a NATO-n kívül milyen különböző katonai tömböket lehet megkülönböztetni a mai világban? Hát ilyen erős, mint ami nekünk van. A NATO ilyen jelenleg nincs a világon. Inkább bilaterális, meg multilaterális együttműködéseket látunk felfedezni, de ilyen típusú katonai védelmi szövetséget nem tud a világ még egyet felmutatni. Ez nem jelenti azt, hogyha a fegyveres konfliktusra kerülne sor, akkor nem lennének gyorsan ilyen szövetségek. Ugye, és pontosan ennek az enyhülésnek a megelőzése miatt történhetett a Hamasznak a támadása. Láttuk, hogy a Közel-Keleten is elindul egy békefolyamat. Ha nem is szövetségek köttetnek, de együttműködések köttetnek, és egy másik szintre igyekezett Izrael hozni a viszonyát a szomszédos országokkal, meg a muszlim országokkal. Na most ez a támadás, ez gyakorlatilag kerékbe törte. És amikor kérdezik, hogy miért indult el akkor a Hamasz? Mi volt ennek az értelme? Akkor lehet, hogy pontosan ez volt az értelme. Annak, hogy ezt a fajta megbékélési folyamatot, ezt meggátolja, és emögött megint ugye politikai és gazdasági érdekek felfedezhetőek. Ugye, ami a mai világban talán leginkább foglalkoztatja az embereket Ukrajna mellett, az Tajvánnak a kérdése, hiszen Kína elég hát amióta megalapult Tajván, azóta igényt tart Tajvánra. Kínának a rendelkezésre álló információk alapján van akkora ereje, hogy elfoglalja a Dél-Korea, Japán, Fülöp-szigetek és az Egyesült Államok által védett Tajvant? A matek ott is egyszerű. Kérdés az, hogy ezek az országok, amiket említettünk, ezek egy fegyveres konfliktusnál valóban beszállnának-e? Ott vannak ilyen szövetségek, vannak a katonai érdekszövetségek a Tajvannal kapcsolatban, de hogy az majd valóban valósággá válik, az egy másik kérdés. Kinek van ideje? Egyébként. Ott is. Tehát ő ki tudja várni azt, hogy eljön majd a kedvező alkalom. Ő soha nem fog jelengedni úgy, ahogy mondtad. Tehát nem valószínű, hogy egyszer az csak azt fogja, hogy oké, akkor nekem kell Tajvan. Ez szerintem nem fog megtörténni. Viszont ő meg fogja várni a kedvező alkalmat, mikor a lehető legkisebb veszteséggel, vagy erőfeszítéssel, vagy károkozással, kockázattal fogja tudni ezt behúzni. Ha a számokat nézzük, nekem volt egy tajvani osztálytársa, amikor a War Collision tanultam az Egyesült Államokban, akkor csináltunk ilyen számvetéseket, tehát Tajvannak önmagában esélye sincs. Ez nyilván megint vissza. Méret, lélekszám, gazdasági erő, lakosság, tehát az nem működik. A kérdés az is, ugye ezt kéne azért folyamatosan méri, hogy vajon egy ilyen konfliktusban melyik lenne az a pont, amikor a Japán Egyesült Államokhoz beszállna, hogy megvédje az érdekeit. Ugye érdekes volt, hogy azt mondják, hogy a csipek nagy részének gyártása az Tajvanon van, és hogy a Covid-ban ugye pontosan ez volt a baj az egész szállításban, hogy az autógyárak azért késtek ennyit, és az új autógyártás azért volt problémában, mert ugye a csipgyártás ugye a Tajvanra fókuszált az önbe, és nem nagyon tudtak onnan jönni. Hát, és egyébként ez védés Tajvant. Pontosan, tehát nem csak az ideológiai érdek fűti az Egyesült Államokat és Japán mondjuk, hogy a Tajvan függetlensége maradjon meg, és ne Kínával kelljen tárgyalniuk, hanem a kőkemény gazdasági érdekek is vannak. Amíg ez fent van, addig biztos, hogy ki fognak állni egymásért. Kína meg nem fog jelengedni. Tehát a One China Policy, ugye, azt ő, én úgy gondolom, hogy rövid távon biztos, hogy nem fogja feladni. Az elmúlt hetek vagy hónapok egyik kulcs pontja érkezett el ezen a héten, amikor a Svéd Királyság NATO csatlakozását elfogadta az országgyűlés. Ugye ez még az országgyűlés elnökének az aláírására vár. Ő mit gondol a Svéd Királyság NATO csatlakozásáról? Mit hozott Svédország a NATO-ba?
Egy iszonyatos buszképességet hozott, ez biztos. Tehát a svéd, a haderővel, a svéd katonákkal eddig is nagyon sokat találkoztunk műveleti területen. Ugye hivatalosan nem volt a NATO része, de partner országként azért folyamatosan ott volt. Tehát a képesség, ami a svéd haderőnek van, az biztos, hogy a pozitív képességet hoz a teljes NATO-ra. Ez biztos, az összes többi az politika. Az összes többi az politika. Én azt gondolom, hogy ha tőlünk szeretnének valamit, akkor minimális dolog, hogy a minimális tiszteletet mi is megkapjuk. Egyébként pontosan azért, amit mondtunk, hogy ki milyen veszélyben van. Ugye a déli fenyegetettségtől azért Svédország elég messze van, bár lehet, hogy több illegális migráns van az országban, mint nálunk, Svédországban. Ugye azért akik ott élnek, azért látják annak a változását mondjuk 10 éves távlatban, hogy milyen volt a béke, biztonság, nyugalom Svédország nagyvárosaiban akkor és most, ami egyértelműen szerintem az illegális migránsoknak köszönhető a negatív eltolódás. Ettől függetlenül a keleti pedig, amit mondtam, azért az nem releváns, és ha Svédországgal történt volna egyébként valami, akkor biztos vagyok benne, hogyha nem is a NATO zászló alatt, de az európai országok zöme, így Magyarország is biztos, hogy segített volna nekik. Ez nem kérdés. Ezért ez inkább politikai és társadalmi kérdés volt, hogy ugye, hogy csak sikerült egy minimális tiszteletet azért kiharcolnunk annak érdekében, hogy ez a közös együttműködés azért tovább menjen. Katonai értelemben nem volt kérdés, tudunk együttműködni velük, és meggyőződésem, hogy egyébként a szövetség erősebb Svédországgal. Ugye azt látjuk, hogy a NATO-n kívüli országoknak a hadereje az általában erősebb, vagy jobban odafigyelnek rá, mint a NATO-n belüli hasonló országoknak a hadereje. Gondolok itt például Svédországra és Finnországra, a két frissen csatlakozott NATO tagállamra. Mi az oka annak, hogyha valaki belép a NATO-ba, akkor elkezdi, hát nem annyira, vagy elkezd nem annyira a hadseregre figyelni, mint inkább más. Ez korábban volt így. Én azt gondolom, ez a boldog békérők és a rendszerváltás után, vagy a bilaterális világrend felbomlása után volt ez tényező, mert Európa azt gondolta, hogy a biztonságon nincs veszélybe. Ezért nem azért nem költött rá, mert úgyis itt a NATO, hanem azért nem költött rá, mert nem érezte a veszélyeztetettséget. Ott északon egy picit más a helyzet az északi sark miatt. Tehát ők ezért is költöttek egy picivel többet, és a gazdaság is megengedhette, hogy többet költsenek rá. Ugyanakkor mindennek mindig van egy társadalmi üzenete is, hogy a társadalomnak a rezilencián, az ellenálló képességét nyilván a haderő életben tartásával azért magasabb szinten lehet tartani, mint annak hiányában. Azzal nem értek egyet, hogy aki nem tagja a NATO-nak, az mindenképpen erősebb, azért tudnék országokat felsorolni, ahol ugyanígy nem foglalkoztak a haderővel, pedig nem voltak a NATO-nak a tagjai, és elég rossz állapotban van a haderő vagy a haderő képessége ezekben az országokban. Most viszont nem kérdés, hogy nem véletlenül mondta Ursula von der Leyen is, hogy költeni kell a haderőre, és ezt szinte mindegyik európai országban látjuk. Nem csak itt a európai keleti régiójában, itt, ahol közel vagyunk az oroszokhoz, vagy a déli régióban, ahol naponta találkoznak az illegális migránsokkal, hanem azért ez az egész észak-atlanti térségre jellemző. Az egy másik kérdés, hogy a világ többi része mit csinál. És hogyan csinálja, honnan vesz és hogyan fejleszti a haderejét, készül-e valamire, hogy a közel-kelet azért az még mindig górcsölött van, tehát arról picit többet tudunk, de még egyszer Afrikáról és Dél-Amerikáról lényegesen kevesebbet. Ez a világóra harmadik adása Csicsman Lászlóval, a Corvinus Egyetem tanárával, közel-kelet szakértővel. Üdvözlöm, köszönöm, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást. A függetlenként induló jelöltek szerezték meg a legtöbb mandátumot Pakisztánban a február elején tartott parlamenti választásokon, ugyanakkor a kormányalakításhoz szükséges többséget egyik pártnak sem sikerült elérnie, jelentette be a választási bizottság vasárnap a nem hivatalos végeredményt ismertetve. Amikor választásokról beszélgetünk, akkor általában párt ellen küzd. És elvétve vannak független képviselők, ehhez képest, ami most Pakisztánban van, azért egy nem igazán megszokott eredmény. Hogy történhetett ez? Hát ez egy abszolút rendkívüli helyzet, amely visszavezethető a 2022 áprilisában kialakult politikai válságra, amikor is a fegyveres erők támogatásával a parlament elmozdította a kormányfői pozícióból Imran Khan miniszterelnököt. És hát egy átmeneti időszak kezdődött, amelyet hát úgy gondolta a fegyveres testület, hogy a mostani választással le lehet zárni, és mindent megpróbált megakadályozni, hogy ez a párt ne induljon a választáson. Imran Khan börtönbüntetését tölti,
és különféle jogszabályokra hivatkozva nem engedélyezték, hogy a párt a szimbólumát, a krikettütőt használja a választáson. Így kvázi független jelöltként kellett indulni, és hát sokakat meglepett, hogy ennek ellenére, hogy jelentős korlátozások voltak Pakisztánban, de sikerült mozgósítaniuk, és hát függetlenként sikerült többséget szerezniük. Most nagy részük egyébként csatlakozott az egyik kisebb párthoz, és hát ennek keretében próbálják a kormányfői pozíciót is megszerezni a parlamentben. Miért mozdították egyébként Imran Khant, a korábbi miniszterelnököt? Hát én azt gondolom, hogy ez egy összetett dolognak tekinthető. Egyrészt személyesen összetűzésbe került a hadseregnek a főparancsnokával, különféle kinevezési kérdésekben. Nyilvánvalóan, hát Imran Khan maga egyébként azt mondja, hogy az Egyesült Államok rendelt el az ő elmozdítását, hiszen meglehetősen kritikus Washington politikájával kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy a fegyveres erők általában addig tartják a miniszterelnököt, ameddig érdekükben áll. Egy nagyon súlyos gazdasági válság is kialakult 2022-re, amit a fegyveres erők úgy látták, hogy nem lehet Imran Khannal kezelni. Milyen pártok indultak és szereztek pozíciókat egyébként a parlamentben? Miket képviselnek ezek a pártok? Pakisztánban több pártrendszer van, nem tekinthető demokratikusnak az ország 47 óta. Ugyanakkor tradicionálisan két nagy párt szokta megnyerni a választásokat. A pakisztáni muszlim liga N betűvel kiterjesztett párt, a PMLN, amely alapvetően Punjab tartományhoz és a Sharif családhoz kötődik, illetve hát ez főként az üzleti köröket, pakisztáni elitet, ha úgy tetszik, képviseli, és a másik nagy párt, amely különösen 70-es években emelkedik föl, inkább baloldali ideológia, ez a pakisztáni néppárt, a PPP, amely pedig szintartományhoz, amely inkább mezőgazdasági jellegű és a Buttó családhoz kötődik. Általában valamelyik párt jelöltje szokta a miniszterelnököt adni, és 2018-ban történt meg, hogy jön egy harmadik nagyobb politikai erő Imran Khan vezetésével, amely meglehetősen populista módon megszerezte a szavazatoknak a többségét. Tegyük hozzá, hogy a fegyveres erőknek a támogatásával. Emellett egyébként sok kisebb párt működik az országban, amelyek egy régióhoz, Belugisztánhoz vagy más tartományokhoz kötődnek. Ezek is jelen vannak, de jóval kevesebb szavazatot szereznek meg. Mi az oka annak, hogy ennyire népszerű Imran Khan volt miniszterelnök? Hát én azt gondolom, hogy az a fajta populista politika lényegében elég komoly kritikákat fogalmaz meg mindenkivel szemben, és tudja mozgósítani az embereket. Ez látszott 2022-es elmozdítása után, hogy milliókat tudott az utcára vinni. Itt azért az országban felnőtt egy városi középosztály is az elmúlt években, évtizedekben, és hát újabb és újabb generációk jönnek. Egyes vélemények szerint abban, hogy a mostani független jelöltek ennyi szavazatot meg tudtak szerezni, az is szerepet játszott, hogy 20 millió új szavazó lépett be ezen a választáson, akiknek többnyire hát azt lehet mondani, hogy népszerűtlenek a tradicionális pártok, amelyeket meglehetősen korruptnak tartanak, és hogy hát valamelyest ezzel szemben kínált egy alternatívát Imran Khannak. A választásokat követően, illetve most az országgyűlés vagy az ő parlamentjük összeülését követően nem voltak mozgolódások az utcán vagy lázangások? De alapvetően, de most mindenki várja jelen pillanatban azt, hogy hogyan tovább. Tehát jelen pillanatban tegnap összeült a parlament, és elkezdték megválasztani a különféle pozíciókra a jelölteket. Például most zajlik éppen ezekben a percekben a parlament elnökének a megválasztása, és mivel föderális országról beszélünk, így az egyes tartományok főminisztereit is megválasztják. Például az afgán határ mentén, ugye a Khyber Pakhtunkhwa régióban már lehet tudni, hogy egy Imran Khan támogató jelölt nyerte meg a szavazatok többségét.
Pandzsábban viszont egyértelműen a Sharif családhoz kötődő jelölt, hiszen az ellenzék bojkotálta, és természetesen a legnagyobb kérdés, hogy a kormányfői pozíciót melyik erő fogja megnyerni, és hát itt a várakozások azért, mivel a két tradicionális párt egy koalíciót kötött, egyfajta hatalommegosztási megállapodást, a fegyveres erők őket támogatják, a parlamentben többségük van, tehát így várhatóan Shehbaz Sharif fogja a kormányfői pozíciót megszerezni, bár nem lesz könnyű dolga kormányalakítás után sem. A tradicionális pártok külpolitika tekintetében milyen irányvonalakat visznek? Hát alapvetően én azt gondolom, hogy ezért egyrészt a Washingtonhoz való viszonynak a helyreállítása, ez egy nagy kérdés. Pakisztán az elmúlt 10 évben részben a fegyveres erőknek köszönhetően Kínával nagyon szoros kapcsolatot épített ki. Tegyük hozzá, hogy ebben az országban azért nem a pártoknak a dolga a külpolitikát alakítani, hanem ez a fegyveres erőknek a privilégiuma. És hát ugye ebben a bizonyos vezetés út kezdeményezésben Pakisztán az egyik meghatározó szereplő. 10 éve írták alá a Kína-Pakisztán gazdasági folyósót, és ez alatt a 10 év alatt összefüggésben az afganisztáni eseményekkel fokozatosan Washington mintha elveszítette volna Pakisztánt, amely egyébként tradicionálisan partnere az Egyesült Államoknak, és én szerintem most kínálkozik egyfajta lehetőség, hiszen Pakisztán rászorul az IMF hiteleire, hogy valamelyest Washington bizonyos szempontból visszatérjen Pakisztánba, és egyfajta, ha nem is közeledés, de valamilyen normálisabb viszony alakuljon ki a két ország között. Azért számos kihívás van Pakisztán előtt, például a gazdasági helyzet, Irán mint geopolitikai kihívás. Mik tematizálták a választási kampányt? Hát Imran Khan alapvetően. Tehát, hogy lényegében ez a politikai válság, ez a helyzet, ami kialakult az országban. Tehát azért akárhogy is nézzük, hogy itt egy átmeneti kormány volt az elmúlt időszakban. Imran Khannal kapcsolatban ugye zajlottak a különféle jogi vádak, és hát talán a legsúlyosabb ezek közül a 2023 májusában történt incidensek, amelynek keretében Imran Khan követői betörtek ugye közintézményekbe, és ott komolyabb atrocitásokra került sor. Tehát azon ennek az egésznek a háttere az egyik nagy téma. A másik pedig természetesen a gazdaság helyzete, mert hogy ugye alapvetően egy 250 milliós országról beszélünk, ahol a lakosság egy jelentős része szegénységben él. Jelentősen emelkednek az árak napi szinten, tehát óriási infláció van, és ez bizony már az elmúlt hónapokban is zavargásokhoz vezetett. Én azt gondolom, ez az egyik legsúlyosabb kérdés jelen pillanatban. Említette, hogy a hadseregnek nagy szerepe van a politika alakításában. Milyen konkrét befolyásolási erővel rendelkezik a pakisztáni hadsereg? Hát lényegében egyrészt azért ellenőrzik a gazdaságnak egyes vélemények szerint nagyjából a felét, és hát különösen a külpolitikai nemzetbiztonsági kérdésekben teljes jogkörük van, azt lehet mondani. Hát ezen túlmenően pedig látjuk azt 47 óta, hogy hát úgy alakították a politikai folyamatokat, hogyha éppen nem támogattak egy miniszterelnököt, akkor valamilyen úton, módon elmozdították a hatalomból. Tehát ez elképzelhetetlen a fegyveres erők nélkül hosszú távon kormányon maradni. Azt látjuk egyébként, hogy nem is túl tartósak a pakisztáni kormányok éppen emiatt, mert ha éppen ahhoz fűződik az érdeke a fegyveres erőknek, hogy elmozdítsanak valakit, akkor különféle jogi eszközökkel megteszik ezt. A hadsereg kiemelt pozíciójának van jogi felhatalmazása, jogi háttere, vagy jogi felhatalmazás nélkül alakítják a politikát? Hát van ugye, tehát 47-től, hogyha megnézzük, akkor itt azért az alkotmányban is vannak ezzel kapcsolatos rendelkezések, amit 56-ban fogadtak el, ugye Pakisztánban 4 katonai diktatúra zajlott le, amelynek azért volt jogi háttere, tehát ha megnézzük, akkor Musharraf egyfajta vészhelyzetet
kiáltva veszi át a hatalmat 99-ben, és utána őt elnökké választják egyébként. Tehát ez sem ritka az ország történetében, hogy lényegében a nyílt katonai diktatúra az ilyen értelemben intézményesül és egyfajta politikai legitimációt is kapott, hiszen hát az alkotmány értelmében kvázi többször is, több cikluson keresztül is elnökké választották. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy megvannak ennek az alapjai, de hát óriási viták vannak erről természetesen Pakisztánban, hiszen hát a különféle erők, például Imran Khan is nyilván szerette volna csökkenteni a hadseregnek a befolyását. Említette, hogy volt katonai diktatúra már többször is Pakisztánban. Ha a hadseregnek ilyen jelentős a befolyása, ráadásul tradíciója is van, akkor miért nem alakítják Pakisztánt egy katonai diktatúrává? Hát én azt gondolom, ez sem kifelé, sem befelé nem eladható jelen pillanatban, és hát ne felejtsük el, hogy Pakisztán olyan helyzettel küzd, akár a gazdasági helyzet, akár a tágabb geopolitikai környezet, hogy a hadsereg mindig hosszú távon gondolkodik. Amikor katonai diktatúra jött, mindig valamilyen nagyobb válság előzte meg, és általában arra hivatkoztak, hogy rövid ideig szeretnék csak stabilizálni az országot, és hát furcsa módon általában egy 10 évig maradtak többnyire hatalmon, és hát azért ne felejtsük el, hogy amikor a hadsereg főparancsnoka volt hatalmon, Jahja Khan idejében, akkor zajlott Kelet-Pakisztánnak a függetlensége, ebből lett ugye Banglades 72. januárjában, és hát végül is a hadsereg úgy veszített el egy háborút, hogy az ország szétesett. Én azt mondom, ez egy olyan törés, egy olyan politikai tapasztalat, amelyből megtanulta a hadsereg, hogy a hosszú távú terveiknek jobban megfelel, ha hátulról irányítják a politikai folyamatokat, és hátulról egyfajta stabilizáló szerepet töltenek be. Pakisztán egy muszlim állam. Hogyan jelenik meg az iszlám az ország vezetésében, a retorikában és a választási kampányokban? Hát ugye Pakisztán az első iszlám köztársaság a világon, tegyük hozzá az 56-os alkotmány alapján. Egyetlen párt sem tekinthető szekulárisnak, ugyanakkor azzal kapcsolatban jelentős viták zajlanak, hogy maga ez az Isten káromlás kérdése, ez hogyan lehet enyhíteni a jogi szabályozást. Például most a napokban is volt egy konkrét eset, az egyébként elég kozmopolita Lahore városában, Punjab központjában, ahol egy hölgy egy olyan ruhában sétált végig, amely arab betűket tartalmazott, már mint a ruháján jelentek meg feliratok, és az egyik hát konzervatív gondolkodású járókelő ezt kiszúrta, ugye nyilván nem értette a szöveget, hiszen arab nyelven ott nem beszélnek, viszont azt gondolta, hogy ez korán idézetek vannak a ruhán, és lényegében rátámadott a hölgyre, és egy óriási tömeg vette körül. Úgy mentették meg a hölgyet lényegében ott attól, hogy megöljék a konzervatív gondolkodású emberek, miközben kiderült, hogy csak a kuwaiti gyártónak egyfajta szlogenje volt a ruhán, és nem korán idézetek. Hát ez is rámutat arra, hogy itt a Pakisztánban nagyon jelentős a tradicionalizmus, és ennek a picit kozmopolitább, de ugyanakkor vallásos városi középosztálynak az ellentéte. Ez egy nagyon érzékeny kérdés egyébként, mert aki korábban meg akarta változtatni ezt a törvényt, például a Punjabnak egy korábbi főkormányzója, enyhíteni akart ezen a szigorú törvényen, hogy mindenkit halálbüntetéssel illetnek, aki istenkáromlást követel, az gyakorlatilag megölte egy radikális muszlim. Szóval, hogy ez egy érdekes téma, alapvetően azt lehet mondani, hogy itt nincs szekuláris párt ebben az értelemben, de azért az, hogy az iszlám mennyire konzervatív ága és milyen szerepet töltsön be a társadalomban, arról azért komoly viták vannak. Említette, hogy Imran Khannak, a pártjának szimbóluma a krikettütő. Ez hogyan lett a pártnak a szimbóluma? Hát ugye ő maga egy krikett játékos volt korábban, és egy egykori krikett játékosból lett egy népszerű politikus. Egyébként népszerűségét ennek is köszönheti. És hát ugye Pakisztánban azért is fontosak ezek a szimbólumok, mert viszonylag magas az analfabetizmusnak az aránya,
különösen az országnak a perifériáján, tehát az afgán határ mentén Bellugisztánban, ez 30-40%-os egyébként, és ez azért is fontos, mert egy választáson az emberek a jelképekre, vagy a szimbólumokra tudnak többnyire szavazni, és hát ennek az elvesztése nyilván az egy elég súlyos probléma lehet. Ez volt a Világóra második adás, hogy Csicsman Lászlóval köszönjük, hogy fogadta a hívásunkat. Köszönöm szépen!